Az idejévi költségvetés és tervezés kialakításakor az volt a cél, hogy a saját tulajdonú ingatlanok állapotát óvjuk meg, mondta Bozsalik Róbert polgármester. Annak ellenére, hogy közel 40 millió forintot kellett átcsoportosítani a vírus miatt, erről az elképzelésünkről nem mondunk le, tette hozzá Bátaszék polgármestere. Például a számvevőség épületének felújítása, melyhez kapcsolódóan most tervezési költségkiegészítések kerültek jóváhagyásra, mely alapján megkezdjük a számvevőségi épületnek a homlokzat felújítását a keleti, illetve az északi oldalon, de megkezdődik többek között a gondozási központhoz tartozó két épület, a Budai utca 21 és a Budai utca 61-es számú épületnek a tetőfelújítása is. Ugyancsak elkészül a sportcsarnok világításának korszerűsítése és a tanúszoda nyára tervezett felújítása is. A tavaszi esőzések után láthatóvá vált, mely utcákban nem tűr halasztást a vízelvezető rendszerek kiépítése és takarítása vagy kialakítása. Katasztrofális vízügyi helyzet van eső esetén, ezt főleg a Deák utcában tapasztaltuk, mely Deák utcára meg is fogjuk kezdeni rövid úton a patkarendezést a csapadékvízelvezetéssel együtt. A tervek és a finanszírozás lehetőségeinek ismeretében Papp Péter azt mondta, az utca 80%-ában a leginkább súlyosan érintett részeken még ebben az évben befejeződik a munka.